Üdvözöllek benneteket ezen nap felvételen, Mézó is, július 26-án. A mai napon fontos, hogy hallgassunk a belső hangunkra, az intuíciónkra, mert az segít abban, hogy egy helyes időpontban ott legyünk, ahol lennünk kell, és ebben bízhatunk. A mai napon van egy hold-mars opozíción. Az azt jelenti, hogy szemben állnak. Ez olyan, mint egy mérleg, kell a kiegyensúlyozottság, különösen a férfiaknál, mert a mars bolygó a férfiakat is szimbolizálja. Kell ez a belső egyensúly. És mit mutat ez nekünk, hölgyeknek? Azt, hogy diplomatikusak legyünk. Ne túl sokat beszéljünk érzelmekről, de ne is fussunk el előle, hanem maradjunk így a középpontban. Amit még ez az opozíción mutat, az a rend, vagy a rendetlenség. És ez a tükör most a férfiaknál, nekik rendbe kellene valamit hozni, de előfordulhat, hogy úgy minden szétúszik, és hagyják így történni az eseményeket. Itt is fontos az arany középút. A mai napon van egy Jupiter-Vénusz kvinkunx aspekt. Ez ránk, hölgyekre hat, vagy a párkapcsolatra, és ez a kvinkunx aspekt ilyen bizonytalanságokra utal. Vagy mi hölgyek vagyunk bizonytalanok a szerelmi élet területén. Ami még fontos, közeledik egy Merkur-Mars kapcsolat, egy úgynevezett kvadrát kapcsolat. Itt beszélgetésekről, kommunikációról, vagy egy hírről van szó, ez kellemetlen lehet. Erre ügyeljünk a következő napokban is, mit mondjunk, vagy hogyan mondjunk, gondoljuk ezt nagyon jól át, mert ez kellemetlen lehet, kialakulhat egy nézeteltérés, ami vitákhoz vezethet. Viszont van egy jó hír, a mai napon hat Vindemiatrix csillag. Vindemiatrix ismert a görög mitológiából, a bor istenének, Dionüszosznak a társnője, és közöl velünk valami nagyon fontosat, mégpedig azt, legyünk vidámak. Előfordulhat az is, hogy lesz egy ünnepség, tehát menjünk oda és nevessünk. Talán az is jó, ha iszunk egy pohárka bort, de ne túl sokat. Vigyázzunk a mértékre. És ez volt a mai felvételen Mézó is, július 26-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!